Úgy gondolom, hogy lassan mindannyian kipihentük magunkat, és a nyár fáradalmai után bejöhetünk és elkezdhetjük újból a tanévet. Iskolánk életében a 2014-15-ös tanév egy kiemelkedő és jeles év lesz, hiszen a 110. tanévét kezdi el az iskola. Ennek megfelelően augusztus 31-én 5 órakor a tanévnyitó ünnepség is ennek ehhez illő keretek között fog megtörténni. Már azt megelőző héten, tehát jövő héten 26-án kedden 9 órától zajlanak az iskolában a pótvizsgák, javítóvizsgák, akinek nem sikerült az év teljesítése a júniusi időpontokig. Már szeptember 1-én minden a megszokott rendszerén fog működni, tehát a gyermekek megkapják az iskolai étkeztetést, és délután 4 óráig felügyeletet biztosítunk a számukra. Nyilván ez a nap egy kicsikét még lazább, mint a többi nap, hiszen bejönnek, megismerkednek az épülettel, felveszik a régi diákok egymással a kapcsolatot, megkapják a szükséges információkat, az első 3 óra minden osztályban osztályfőnöki óra, utána pedig már a tanítási órák kezdődnek el. Iskolánkban hagyomány az is, hogy az első hét egy témahét, aminek az alapvető témája az iskolába visszaszokatás, a tanulás tanulása, de minden évben van egy plusz téma, aminek keretében ezt a hetet megoldjuk, ez pedig ebben a tanévben a teljes körű egészségnevelés lesz. Sok minden oka van ennek, akár azt láthatjuk, hogy a gyermekeink nem igazán jó fizikai állapotban vannak, nem igazán helyesen táplálkoznak, nem szeretnek mozogni, nem jól mozognak, de ennél most kézzel fogható, vagy tőlünk független okai is vannak, hiszen bizonyos szabályok megváltoztatták az iskolai étkeztetést, a közétkeztetést, bizonyos szabályok, hál' Istennek, jobban figyelnek a gyermekek egészségére, az egészséges életmódra, nevelésükre. Ez generálta, hogy az első hetünket, a témahetünket ennek fogjuk szentelni. Persze ezek ugyanolyan tanítási órák, ugyanúgy céllal, feladattal, elvárásokkal, értékeléssel és ellenőrzéssel, tehát nem lazsálásról van szó, hanem bizony nagyon komoly munkáról, csak egy témára építve. Szeptember 8-án hétfőn részt fogunk venni a felújított szobor átadási ünnepségén, ez a felső tagozatunkat érinti. A többi napon szépen lassan beleszokunk a munkába, átismételjük az előző évi ismereteket, hozzászokatjuk a kicsiket az iskolához, a nagyokat pedig elkezdjük felkészíteni a középiskolai felvételire, hiszen a számukra ez egy meghatározó feladat. Ebben az időszakban meghirdetjük a szabadidős foglalkozásokat, a sportköröket, meghirdetjük a szakköröket, ezekre jelentkezni lehet és kell, ezeknek a beindítása a szeptemberi feladatok között van. A ránk következő hét végén, pénteken, tehát 29-én délután vehetik át a gyermekek, illetve a szülők a tankönyveket az iskolában, amit az előre megkapott csekkeken kellett befizetni. Cikkek jelentek meg a csekk befizetésének határidejével, ezt módosították, az átvétel előtt kell a csekkeket a postán befizetni, és a csekkel együtt kell jönni a könyvekért. Azért látjuk fontosnak, hogy szülő jöjjön a könyvért, mert amennyiben a gyermek ingyenes tankönyveket is kap, a szülő felelősséget kell vállaljon, tehát alá kell írja az átvételt, ami alapján a tankönyvek megőrzését, a jó állapotban való visszaadását tudjuk ellenőrizni, és hát hogyha nem őrizte meg a gyermek, akkor a számonkérés megtörténhet. Szeptembernek ezen kívül kiemelkedő feladata nincs, épp elég feladat ennyi is a gyerekek számára.